A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban mutatunk Önöknek egy különleges Mikulás meglepetést, majd stúdiónkban beszélgetünk Mosolygó Évával az alkoholizmusról. Tartsanak velünk! Trabantos és wartburgos Mikulások járták a várost, hogy több otthonlakóit is megajándékozzák. Az ünnepi fényekkel kivilágított járművekkel a belvárosban is többfelé lehetett találkozni. Karácsonyi díszbe öltözött trabantok és wartburgok gyülekeztek a sóstói stadion parkolójában Mikulás napján. Innen indultak útnak, hogy eljuttassák ajándékaikat több fehérvári otthon lakóinak. A kezdeményezés 3 évvel ezelőtt indult a Keleti Autók szerelmeseitől. Néhány éve önszerveződően kezdődött ez a, hát tulajdonképpen nem mondanám csoportnak vagy egyesületnek, mert ugye teljesen civilek vagyunk, és hobbiból csinosítgatjuk az autóinkat, és arra gondoltunk, hogy összeszedjük a környékbeli trabantosokat, wartburgosokat, keleti autókat. 3 éve kezdtük azzal, hogy ha már így összejöttünk, és sok jó ember, akkor találjunk ki valami hasznos dolgot. Idén a programhoz 13-an csatlakoztak. Kerekes Balázs pedig azt is elárulta, mitől különleges egy trabantot vezetni. Nagyon nagy élmény, teljesen más, mint egy bármilyen hétköznapi új autó. Egy más életérzés, más feeling. Ezt pedig kisfiával, Marcellel is szerette volna megosztani. Kiskoromban trabanton tanultam vezetni, és gondoltam, hogy szeretném átadni ezt az élményt a fiamnak is. Úgyhogy így vásároltam egyet, és szeretnénk egy jó csapathoz tartozni, felvonulásokra járni, találkozókra járni, és ezzel is kikapcsolódni, apa-fia programot csinálni, úgyhogy igazából ezért. A parkolóból elindulva a Szent Kristóf házhoz tartott a konvoj, ahol porszívót adományoztak a sofőrök az itt élőknek. De nem csak ezt rejtette a Mikulás puttonya, egy-egy csomaggal is kedveskedtek a gondozottaknak. Nekem hozott Mikulás csomagot, és nagyon örülök neki, hogy én szeretem nagyon a Mikulást, és szeretem nagyon a Mikulást, hogy nagyon szép csomagot hozott nekem a Mikulás bácsi, és örülök neki. Ezt követően a belváros felé vette az irányt a 13 autó, hogy a járókelők is megcsodálhassák a kivilágított járműveket. Ahogy itt a Mátyás király körúton, az egész városban is mindig nagy lelkesedéssel fogadják a felvonuló járműveket. Általában mosolyan fogadják. Tehát, ugye megvan az emberekben, hogy ez egy kicsit régi, ózsdi, régi technika, és ez valóban így is van. De hogyha azért valahogy megjelenünk, akkor általában integetnek, mosolyognak, fényképeznek, videóznak, és hát mi is így ugyanezt viszont integetünk mindenkinek, és általában azért örülnek nekünk. A következő állomás a székesfehérvári anyaotthon volt. Pelenkát és bébi ételt adtak át a lakóknak. A tavalyi évben kerestek meg először bennünket a trabantos Mikulások, hogy ők járják a várost, és szeretnék az intézményünk lakóit is ajándékban részesíteni, aminek mi nagyon örültünk, és már tavaly is nagyon nagy látványosság volt, és ez az idén is megismétlődött, és nagy örömmel mondtunk erre igent, és nagy izgalommal vártuk itt a Mikulásokat. Ez gyereknek, felnőttnek egy nagy izgalmas várakozás volt. Pogácsát sütöttünk a Mikulásnak, úgyhogy nagyon, nagyon közösségi élmény volt a várakozás is. Az adományozás után a Murvás parkolóba vonult a csapat, ahol a télapó megajándékozta az arra járó gyerkőcöket is. Egy millió alkoholista országa vagyunk, ha minden igaz, illetve én abban bízom, hogy nem igaz. Itt van velem Mosolygó Éva a stúdióban, aki házi orvosként fog erről velem beszélgetni. Köszöntelek, és örülök, hogy újra itt vagy. Köszönöm. Hát sajnos, hogy egy ilyen negatív felvezetés kellett, hogy mondjak. Igazam van, vagy nincs? Igazad van, sajnos.
együtt reméljük, hogy milyen jó lenne. Jó lesz majd, hogyha egyszer nem így lesz, és tudunk változtatni. Abból a célból nyúlunk darásfészekbe ma, és a baj súlyosságához illő méltósággal, alázattal beszéljünk erről, amiben az is tükröződik, hogy olyan darásfészekben nyúlunk, aminek nagyon sokan nem fognak örülni, de muszáj beszélni róla, meg kell változtatni azt a nagyon rossz kultúrát, amiben így az országunk, a körülöttünk élő emberek, a szeretteink vannak, mert ezt nagyon rosszul kezeljük, ezt a témát. Beszélni kell róla. Ennek te nagyon szép előjárója vagy, hogy a bajokról beszélni kell, és úgy tudunk változtatni rajta, úgy tudjuk felismerni, úgy tudunk változtatni, úgyhogy te különösen illő személye vagy, hogy erről beszéljünk más betegség miatt. Köszönöm szépen. Szerintem osztassuk el ezt a tévhitet, és határozzuk meg azt, hogy mi az, hogy alkoholizmus, mert szerintem sokakban az a kép van, hogy az az alkoholista, aki mondjuk napi szinten iszik, mondjuk nagyon sok rövid italt megiszik, és ettől agresszív lesz, és mondjuk veri a családját, és tehát általában ilyen képek vannak szerintem az alkoholistákról. Nyilván mindenkinek volt már így a köreiben olyan, akiről tudta, hogy az. Nekem személy szerint több ismerősöm volt, akiről kiderült később, hogy alkoholista, és sajnos elhunyt. Tehát szerintem ez a legrosszabb kimenetele ennek Abszolút. A történetnek. És akkor menjünk vissza egy kicsit oda, hogy határozzuk meg azt, hogy honnantól, mikortól beszélünk arról, hogy alkoholista valaki. Igen, az alkoholbetegség az egy mentális betegség, aminek a vezető tünete az alkoholtól való lelki függés, és ennek eredményeképpen túlzott és rendszeres alkoholfogyasztáshoz vezet. Ez egy mentális betegség, és az a baj, hogy megjelenik az alkoholnak a károsító hatása az agyműködésben, a viselkedésben és a társas kapcsolatokban és a testi állapotban. Az, hogy kellő komolysággal beszéljünk erről, azt a réteget célozzuk meg különösen ma, akik családban élnek, és rejtetten, mert pontosan ezt gondolom, amit te, hogy a legnagyobb problémát nem azért, mintha azokon az embereken nem kellene segíteni, akik hullarészegen, az árokparton, fetrengben, napokig, kómás állapotban nem keverednek ki, az már a vége. És sajnos az a tapasztalatom, kell próbálni rajtuk segíteni, de ott már nem nagyon van sikerélmény. De az Magyarországon, az becsült értékben 1 millió alkoholistának a döntő hányada nem ez a réteg. Az alkoholisták legtöbbje rendezetten, családi környezetben él. Látszólag rendezetten, és az alkoholizmusa nem nyilvánvaló. És ezt a réteget szeretnénk megcélozni a felismeréssel, a megdöbbentéssel, és azokkal a jelekkel és kapaszkodókkal, hogy hogyan lehet innen mozdulni, milyen irányban kell ebből tenni. Mert hogy azért probléma az alkohol rendszeres fogyasztása, mert az teljesen törvényszerűen tönkreteszi a testet, a lelket, sőt, a körülöttünk élőknek az életét is. Mindenféle szervkárosítás, hogyha akarod, akkor beszélünk erről. Majd akkor később beszéljünk. Egy példát szeretnék felhozni. Amikor én fiatal voltam, 20-21 éves, akkor egy angol családnál voltam, sőt, hát többször is voltam, és mondjuk mindegyiknél tapasztaltam, de az egyik helyen azt tapasztaltam, hogy ügyvéd szülők voltak, és minden nap, amikor hazamentek, én nekem akkor járt le a munkaidőm, ugye addig kellett vigyázni, óperként dolgoztam kint, és addig járt addig tartott a munkaidőm, és amikor hazajöttek, akkor először a férfi ért haza, ő egy scotch whiskyvel kezdte. A filmekben is ezt látjuk. Igen. A hölgy pedig hazaért, és akkor hát szépen finoman elbúcsúztak tőlem, ők kettesben szoktak vacsorázni, én a gyerekeket előtte mindig megetettem, és volt, hogy egy kicsit odahívtak megkérdezni, hogy mi újság, de egyébként onnantól én már úgy nem kellettem oda, és amikor hazamentem, akkor 2 vagy 3 üveg bort pakoltam el minden nap utánuk. Soha nem láttam őket részegnek, nagyon aranyosak voltak, nagyon kedvesek voltak, tehát nagyon szerették a gyerekeiket, nagyon jól szituáltak voltak, nagyon rendezett körülmények között éltek. De ott már én azért azon elgondolkodtam, hogy ők valóban alkoholisták. Igen.
egy fázisát láttad az életüknek, és nagyon jó a példa, amit felhoztál, az ő életük példáján, akkor beszéljük végig, hogy mi fog történni, mi történt velük vélhetően azután, vagy tipikusan egy ilyen szituációval, mert hogy nagyon sokan élnek így Magyarországon is, hogy feszültségoldó célból alkoholt használnak, és ami miatt gondoltam, hogy darásfészekben nyúlunk, hogy nem arról van szó, hogy itt bárkit az ilyen történetekben elítélnénk, hanem hogy segítsünk azoknak az embereknek megcsípni azt a pillanatot, azt a határt, ahonnan kezdve már sajnos áldozatai lesznek ennek a folyamatnak, és kialakul az, ahogyan a definícióban mondtam, hogy az a lelki függés az alkoholtól, ami már beteggé teszi őket. Ugyanis vélhetően, ha ezt így rendszeresen megtették, ez meghaladja a számításaim szerint azt az értéket, ami függés nélkül fogyasztható. Mondok két sarkalatos értéket, pontosan nem meghatározható, mert vannak nagy egyéni különbségek, életkortól, nemtől, testmérettől függően, de körülbelül 60 g alkohol az, amit ha minden nap elfogyaszt valaki, akkor biztosan nem válik alkoholistává, mert az még nem alakít ki ilyen lelkifüggést, és 160 g az a mennyiség, 150-160 g az a mennyiség, ami meg biztosan okoz alkoholizmust. Tehát, ha kitartó valaki, és minden nap elfogyaszt ilyen mennyiséget, és közben a különböző paraméterek miatt valahol közte van az a határ, ahonnan alkoholfüggővé válnak az emberek. És ez a házaspár meghaladta azt a határértéket, és ha ezt minden nap elfogyasztotta, akkor csak időkérdése, hogy észlelték magukon, hogy az alkoholistáknak növelni kell a mennyiséget, hogy elérjék ugyanazt a hatást magukban, mindennapjaiknak, hogyha része volt, illetve hogyha azt érezték, hogy eszükbe jut minden nap az alkohol, és hogy nincs nap alkohol nélkül, és kényszer érzet van arra, hogy ma is fogyasszak alkoholt, az már függésnek nevezzük, az szinte mennyiségtől függően, de ilyen mennyiségeknél kialakul. És hogyha folytatom azt a gondolatmenetet, hogy mi az a pont, ahol van helye annak, hogy az okos gondolkodás a tudatossággal magunknak felelősséggel szabjunk határt, akkor az a pont, hogyha valaki azt észreveszi magán, hogy ma még nem ittam alkoholt, és gondolok rá, az egy nagyon nagy figyelmeztetés. Ugyanis az szokott történni, a példa esetedet tovább tárgyalva, hogy vélhetően, amikor te már nem dolgoztál ott velük, nem éltél ott velük is, amit már nem láttál, vettek észre magukon tüneteket, testi tüneteket. Ugyanis ez a réteg, aki látszólag rendezetten alkoholfüggés nélkül, mert senkiben nem merül fel, hogy ő alkoholista lenne, ők alkoholisták lennének, testi tünetek nélkül látszólag rendezetten élik az életüket, és előbb-utóbb észreveszik, hogy magas vérnyomással kezelésbe vették őket. Vagy elkezdenek kicsit depressziósá válni, vagy valami szívritmus zavar jelentkezik, vagy emésztőrendszeri panaszuk lesz, hogy olyan rossz a gyomruk. Óhatatlanul jönnek a testi tünetek, és az ilyen típusú alkoholistává váló emberek nem hoznak összefüggést a testi tünetek és az alkohol, mint kiindító oké tényező között, azt tisztelik, és haragszanak is talán valakire, hogy, vagy a felmenőikre, hogy neki miért sújtja az őket az élet ilyen betegségekkel, és nagyon sokszor ezek mögött az alkohol, mint rendszeres fogyasztása áll, nagyon gonosz, nagyon alattomos kor okozó az alkohol. Az embereknek jó nagy része, az alkoholfüggő betegek jó nagy része testi tünetekben kezd el beteggé válni. Más részüknél dominálnak a pszichés tünetek és a jellembeli tünetek. Kicsit megváltoznak, megváltozik a viselkedésük, nyugtalanná, feszülté válnak, jelentkezik ameddig a napi alkoholmennyiséget meg nem fogyasztják, kézremegés jelentkezik, szájszárazság, agresszívvá válnak, és ugye az addig nagyon jó természetű emberek is így úgy mondhatjuk, hogy kifordulnak magukból, jellegzetesen az alkoholos viselkedés zavarban agresszívvá válnak, és másféle személyiségé válnak, mint addig voltak. Kinek a viselkedés torzul hamarabb, kinek a testi tünetek jelentkeznek hamarabb, és fel kell, hogy merüljön
a kezelőorvosban, aki akár a testi bajok kapcsán találkozik ezekkel az emberekkel, hogy küldjön figyelmeztető jelet, vagy ez a műsor is lehet figyelmeztető jel, mert itt nem rossz emberekről van szó, nem gonosz emberekről van szó, hanem akik lelki függésbe kerülnek az alkohollal, és ezzel mentális úton beteggé válnak óhatatlanul, testi beteggé is válnak, és a vizsgálatok szerint körülbelül satszolhatóan legalább 10 évvel kevesebb ideig fognak élni, mint alkohol nélkül élnének. Most ennek a hosszú gondolatsornak az elején említetted a mennyiséget, hogyha ezt meg tudjuk határozni mondjuk pohár számban, mondjuk ezt lehet viszkis is, meg pezsgős is, meg boros is, tök mindegy, hogy ezt, mert ez lehet, hogy azok, akik mondjuk nem gondolják magukról, hogy jaj, én ezzel a problémával küzdök, akkor ezt mondjuk el, hogy ez mondjuk nagyjából hány pohár bort, vagy esetleg mellé egy kis pálinkát, vagy mit takar magában, mi az, ami már úgy kóros, és az alkoholtól függ. Ez a gramban kifejezett alkoholmennyiség, igazad van, sokkal érthetőbben kell mondanunk, ez egy deciliter töményital. Vagy ez ekvivalens 2 korsó sörrel, vagy 3 deciliter borral. Ez a napi mennyiség. Tehát ha ez megvan napi szinten, akkor ezzel talán nincsen gond. Igen. A kultúrát mostanában azért nagyon, nekem tetsző módon van egy kultúrája, a borkultúra Magyarországon nagyon-nagyon fejlődik. Látjuk, hogy milyen szépen, milyen kultúráltan is tudnak az emberek bort fogyasztani, és ebben nagyon szép értékek is vannak. Csak egyetlen egy kulcsa van ennek, mértékkel, ilyen mértéket tartva, és felelősséggel természetesen, amikor csak a nagyon pici mennyiséget is megisszák, akkor nem autót vezetve, és nem kicsi gyerekről gondoskodva, mert mindig csak az autóvezetést mondjuk, de hogy olyankor nem vagyunk jó reflexűek, és nem vagyunk jó képességűek sok mindenben. Tehát ezt úgy kell rá alkalmat, lehetőséget teremteni, hogy az ne zavarjon meg más szép dolgot az életünkben. Tehát ezekkel a mennyiségekkel mérhető. És nem kell arról lemondani, hogy egy szilveszteri mulatságon kocincsunk pezsgővel, vagy hogy egy baráti társaságban egy kellemes társasági eseményként kellemes estét borozgatva eltöltsünk, vagy egy meleg strandoláskor ne lehetne, ha nem autóval mennénk, ne lehetne egy 2 korsó sört meginni, csak a mértéket kell tartani. És azokra a figyelmeztető jelekre hívom fel megint a figyelmet, amik arra utalnak, hogy eszembe jut, ha eszembe jut az alkohol, és ez rendszeressé válik. És azt szokták mondani még nekem az emberek, amikor ezt a témát feszegetem, és ez nagyon nehéz feladat az embereknek az alkohol témát felhozni, mert megint mondom, hogy ezek nem rossz emberek, csak feladatunk, hogy akik ezt észleljük ott, most mindenkit arra biztatok, hogy hozza szóba, mondja ki a félelmeit, mert a kimondott szónak már van ereje, hogy tartok tőle, hogy ez túl nagy szerepet játszik az életedben mostanában. Orvosként nekem is ki kell mondanom, hogy én attól tartok, hogy emögött a panasz mögött az optimálistól nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztással depressziósá válik, és az is egy kaszkád, férfiaknál merevedési zavar jelentkezik, a teljesítőképesség, alvászavar jelentkezik. Amikor valaki alvászavarra panaszkodik, akkor meg kell azt is beszélnünk, hogy mennyi alkoholt iszik. Sokszor áll az alvászavar hátterében alkoholfogyasztás. Akkor is, ha az az ember, ő nem tartja magát, pontosan azért, mert Magyarországon ezt a részeges emberrel azonosítjuk, de ez nem egyenlő fogalom a részegséggel. És ez a gonosz, alattomos alkohol úgy károsítja a szervezetünket, a viselkedésünket, a szerveinket, hogy közben előbb-utóbb rácsúszunk egy nagyon nehezen visszafordítható útra, aminek már nagyon nagy a kára. Hát akkor beszéljünk szerintem erről a kárról is, hogy nyilván azt tudjuk, hogy ahogy tényleg halálos kimenetele is lehet, sajnos vannak erre példák, ugye a májat nagyon durván károsítja, de ugye agysejteket is tud károsítani, tehát hogy nem tudom, erre talán régebben hallottam ilyen kifejezéseket, hogy hány pohár bor, vagy sör, vagy pálinka az, amitől már nem tudom hány agysejtet elveszítünk, de hogy komolyra fordítva tényleg vannak ilyen hatásai, és én olvastam egy ilyet, hogy az alkohol legális drog, mely lassú öngyilkossághoz vezet. Ez igaz mondat, az abszolút igaz mondat, minden, amit mondtál, az abszolút így van. Akkor először az agyról beszéljünk, csak egy mondatot, agysorvadást okoz. Nem egyforma módon az agy különböző területein, a homloklebeny
különösen érzékeny az alkoholra, különösen károsodik, mérhetően megkisebbedik, sorvad az agy a rendszeres alkoholfogyasztása. Vagy ha valaki csak hétvégeken iszik, de hétvégén mindig iszik nagy mennyiséget, sajnos idővel, elegendő idő elteltével, eszközökkel, műszerekkel mérhetően megkisebbedik az agynak a, először csak a mérete, és aztán ez a működésében is van benne persze tartalék. Azzal szoktak az emberek védekezni az én belemászós mondataimba, hogy de hát van sokkal több agysejtünk van, mint na, sok millió agysejtünk van, ez igaz, de nincs az az agysejt mennyiség, ami elegendő lenne egy csomó szép érzést megélni. És sajnos ezek a szép érzések megélése kárt szenved például. Nagyon romlik a memória. Van egy szindróma is, aminek nincs értelme mondanom a neveket, de okoz feledékenységet és a rövidtávú memóriát lerontja. Ez óriási bajt jelent minden ember életvitelében, és ez még csak az agykárosodás. Májgyulladáshoz, máj zsugorodáshoz ezett, ugyanúgy, ahogyan az agy sorvad, a máj is sorvad, mert az alkohol lebomlási termékét a máj hivatott kiválasztani, és közben, ha túl sok alkoholbontással foglalkoztatjuk a májat, akkor belepusztul a májunk minden egyes lebontásba kicsit, és ahogyan a májsejtek pusztulnak el, sorvad egyre kisebb lesz, és előbb-utóbb a vért alig lehet átpréselni rajta, és akkor már keringési elégtelenség is vezet, és megnő a has. Amikor látjuk az alkoholfogyasztó alkoholistákon, hogy ilyen ők véknyak, a hasuk meg óriási, akkor ott már folyadék van a hasban, mert a májon nem bírja a szervezet átpréselni a vért. Begyullad a hasnyálmirigy tőle, a szívet direkt módon károsítja a szívizmot, szívbetegséghez vezet, magas vérnyomáson keresztül, és direkt szívkárosító hatása is van. Nem beszélve, a végidegeket is, a kézzsibbadást, lázsibbadást okoz, mozgászavarokat, és nem beszélve a viselkedés zavarról, a magatartás zavarról, amit már említettem. Hát azt hiszem, hogy sikerült jól elrettentenünk a nézőket az alkoholizmustól. Remélem, hogy a kulturált alkoholfogyasztástól nem, mert azért nyilván van egy egészséges mérték, amit azért szabad. Igen. De reméljük, hogy a nézők megszívelik azt, amit most beszélgettünk. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy itt voltál. A doktornő tanácsát érdemes megfogadni, az ünnepek tájékán is csak óvatosan az alkohollal. Én mára megköszönöm a figyelmüket, ez volt az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak. Áldott készülődést kívánunk az ünnepekre mindannyiuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.